Nyugat-német, jugoszláv, osztrák és magyar versenyzők indultak a Miskolci Népkerti pályán rendezett nemzetközi salakmotor versenyen. Az 5x4 körös verseny során mindenki mindenkivel találkozik. Az nyeri a versenyt, aki az összutamban a legtöbb pontot nyeri. A salakon minden egyes körben éles harc alakul ki. A küzdelemre jellemző, hogy szinte senki sem húzta meg bukás nélkül a futamokat. Az egyes számú jugoszláv Fabics mutatott be hibátlan motorozást, aki minden futamot nem csak gyorsan, hanem fölényesen is nyer. Az abszolút győztes a jugoszláv Fabics, második a magyar Radácsi.